Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket, az Országos Rendőrfőkapitányság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 112-es központi segélyhívószám működésével kapcsolatos közös sajtótájékoztatóján, amit Hablicsek Nikoletta rendőrezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság ügyeleti főosztályának vezetője és Matuska Zoltán tűzoltóezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője tart. Tájékoztatom Önöket, hogy kérdések feltevésére, valamint egyéni interjúk elkészítésére a tájékoztatót követően lesz alkalmuk. Elsőként most akkor felkérem ezredes asszonyt, tartsa meg tájékoztatóját. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Először is szeretnék egy rövid tájékoztatást adni Önöknek, hogy ma Magyarországon hogyan működnek a segélyhívó rendszerek. Ma Magyarországon 4 olyan segélyhívó szám van, ami a készenléti szervekhez kapcsolódik és ingyenesen hívható. A 112-es egységes európai segélyhívó szám, a rendőrség 107-es nemzeti segélyhívó száma, a katasztrófavédelem 105-ös nemzeti segélyhívó száma és a mentőszolgálat 104-es nemzeti segélyhívó száma. A segélyhívások kezelésében az elmúlt években jelentős változások történtek. A segélyhívások kezelésére az országba 2 hívásfogadó központot létesítettünk, Miskolcon és Szombathelyen. Ezek a hívásfogadó központok a rendőrség alárendeltségébe működnek. Ezekben a segélyhívó központokba futnak be ma Magyarországon a 112-es, a 107-es és a 105-ös segélyhívások, és a mentőszolgálat vonatkozásában pedig a 104-es segélyhívások 18 megyéből, tehát már csak Budapestről és Pest megyéből, hogyha kezdeményezünk 104-es segélyhívást, akkor az a budapesti központba fog befutni, de a 18 megyéből szintén a mi 2 hívásfogadó központunkba érkeznek be ezek a hívások. Mi volt a célja annak, hogy ez így működjön? Egyrészt a segélyhívások fogadása korábban nem egységesen működött, és elvárás volt az, hogy az egységesítés mentén egy professzionálisabb, gyorsabb segélyhívás fogadást tegyünk lehetővé. Ez azt gondolom, hogy a 2 segélyhívó központnak a létesítésével meg is valósult, mert ma Magyarországon bárki, bárhonnan, bármilyen telefonról kezdeményez segélyhívást, azt átlagban 5 és 15 másodperc között felveszik a hívásfogadó központba dolgozó kollégáink. Ezt korábban egyik készenléti szerv sem tudta biztosítani, tehát azt gondolom, hogy a gyorsaság az mindenképpen egy nagyon fontos előny, mert aki bajban van és segítséget kér, annak azért egy egyértelmű igénye, hogy minél gyorsabban megérkezzen a segítség, és mi ezt a 5-15 másodpercen belüli segélyhívás fogadást tudjuk biztosítani, erre mindig elegendő humán erőforrás áll a rendelkezésünkre. A másik hatalmas nagy előnye a rendszernek, hogy idegen nyelveken is tudunk segélyhívásokat fogadni. Azt gondolom, hogy ez nem csak a készenléti szervek, hanem egész Magyarországnak a megítélésében nagyon fontos szerepet játszik, hogy mindig tudunk az úgynevezett világnyelveken, és legtöbbször a szomszédos országok nyelvein is segélyhívásokat fogadni, és azt gondolom, hogy a külföldieknek is ezzel nagy segítséget tudunk nyújtani. A harmadik legnagyobb előnye a rendszernek, amit én személy szerint is tényleg a legfontosabbnak tartok, hogyha korábban valaki bajban volt és hívta valamelyik segélyhívó számot, és az mondjuk több, vagy akár mindhárom készenléti szervnek a beavatkozását igényelte, akkor az volt a protokoll, hogy meghallgattuk a bejelentőt, átkapcsoltuk a tűzoltóknak, átkapcsoltuk a mentőknek, eltelt több perc, és a bejelentőnek többször ugyanazt az információt el kellett mondania, közben mentek az értékes percek. A mai rendszerben, hogyha érkezik egy olyan bejelentés, mondjuk egy klasszikus példát mondanék, egy olyan közlekedési baleset, amelyben van sérült személy, aki mondjuk be is szorult a járműbe, tehát kell mentő, rendőr és katasztrófavédelmi munkatárs is a helyszínre, ebbe az esetben fölhívja a bejelentő a 112-t, és ugye pár protokoll kérdés feltevése után kollégánk megállapítja, hogy kell mindhárom készenléti szerv, és egy gomb lenyomásával a 3 készenléti szerv ügyeletes szakemberével egy úgynevezett konferencia hívást tud kezdeményezni, ahol elegendő a bejelentőnek elmondani, hogy hol van, milyen segítséget kér. Ezt a 3 készenléti szerv ügyeletes szakembere egyidejűleg hallja, ha kell a saját szervezete vonatkozásába plusz kérdéseket tesz föl, és akár már a bejelentés ideje alatt is tudja a reagáló egységeit indítani a helyszínre. Tehát nagyon nagy időt spórolunk meg ezzel, és gyorsabban kijut a segítség ezáltal a bajba jutott személyhez, és én azt gondolom, hogy abba egyet érthetünk, hogy ennél fontosabb érdek nem lehet, hogy a bajba jutott ember gyorsan segítséghez jusson.
Ami még fontos volt ennek a rendszernek a kialakításánál, és örülök, hogy itt is elmondhatom ezt, mert azt gondolom, hogy erre is fel kell hívni a lakosság figyelmét is, hogy sajnos még mindig 70%-a a hívásoknak az az aránya, ami semmiféle beavatkozást nem igényel a készenléti szervek részéről. Tehát valaki vagy rossz indulattal, obszén szavakat használva hívja fel a segélyhívót, vagy véletlenül benyomódik a telefonja a zsebében, vagy esetleg csak kisgyerekek szórakoznak, ez is előfordul, sajnos elég gyakran. Tehát 100 hívásból per pillanat ma is 70 olyan hívás van, ami semmiféle beavatkozást nem igényel, és azt gondolom, hogy ezt nem feltétlenül kell a készenléti szervek szakképzett ügyeleteseinek kezelni. Ez mindenképp indokolja azt, hogy egy előszűrést kell végezni. Most ezek a segélyhívó központok, ezek arra jöttek létre, hogy a segélyhívásokat előszűrjék, tehát fontos azt is tisztázni, ami sajnos a médiában nem mindig helyesen jelenik meg, hogy a hívásfogadó központban dolgozó kollégánk nem irányítanak sem rendőrt, sem mentőt, sem katasztrófavédelmi munkatársat. Az ott dolgozó kollégáknak az a feladata, hogy gyorsan felvegyék a segélyhívásokat, azokat empatikusan kezeljék, és pár kérdés feltevése után átkapcsolják, vagy adatlap formájába továbbítsák a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező készenléti szervhez. És nagyon fontos azt is elmondani, hogy minden készenléti szerv saját maga alakította ki azt a protokollt, hogy ezeket a segélyhívásokat milyen formába kívánja megkapni, mert teljesen természetes egy életveszélyt jelző hívásnál pár másodperc is számít, ott teljesen más a protokoll, mint egy kevésbé fontos bejelentésnél. Úgyhogy igazából ezek azok az előnyök, amit ez az új rendszer tud biztosítani, a gyorsaság, az empatikusság, az idegen nyelven lévő segélyhíváskezelés, illetve a készenléti szerveknek az egy időben történő elérése. Ezen kívül vannak olyan informatikai megoldások is, amik szintén ennek a rendszernek a létjogosultságát bizonyítják. Ma, ha Magyarországról, mobiltelefonról bárki felhív bármilyen segélyhívó számot, függetlenül attól, hogy az adott telefonban van-e SIM-kártya vagy nincsen, látni fogjuk, hogy a bejelentő honnan telefonál. Ez egy úgynevezett poligon információ, amit kapunk. Ez ugye a mobil átjátszó tornyok egymástól való távolságától függően különböző nagyságú terület, teljesen természetesen más egy tanyavilágban vagy egy urbanizált helyen, de arra mindenképpen elegendő, hogy nagy vonalakban információt kapjunk arról, hogy honnan telefonál a bejelentő, de fontos itt is elmondani, és ezúton is kérném a lakosság segítségét, hogy tényleg pontosan a legjobb tudásuk szerint válaszoljanak azokra a kérdésekre, amit a kollégáink feltesznek. A mobiltelefonos hívásoknál el kell mondani, hogy attól függetlenül, hogyha letiltja a bejelentő a mobilszámát, mi azt akkor is látni fogjuk, ez egy-egy bűnügy felderítésénél nagy segítségünkre lehet. Ha vezetékes telefonszámról érkezik a hívás, akkor pontosan látjuk, hogy ki az előfizető, illetve az előfizetés helyét, illetve ha nyilvános fülkéből érkezik a telefonhívás, akkor pedig a nyilvános fülkének a pontos címét látjuk. Ezek mind olyan informatikai megoldások, amik a korábbi rendszerben nem voltak biztosítva. Fontos elmondani, és ugye ez a jövőre nézve is tényleg egy fontos információ, hogy minden segélyhívásról, ami beérkezik a rendszerünkbe, természetesen rögzített hanganyag készül, amik ugye visszakereshetőek, és hát egy-egy kétes eset tisztázásában is ugye segítségünkre lehetnek, és hát ezáltal természetesen a hibáinkat se tudjuk palástolni, és nem is akarjuk, ezt mindenképpen szeretném elmondani. Ami nagyon fontos, hogy ez a rendszer, ez 2014. március 13-a óta működik. 2014. március 13-a óta mi fogadjuk ebbe a két központba a 107-es és a 112-es segélyhívásokat. 2016. január 26-a óta a katasztrófavédelem 105-ös nemzeti segélyhívó számát is mi kezeljük, és ebben az évben, 2017. augusztusában megkezdődött, ugye korábban már említettem, a 104-es, a mentőknek a segélyhívásának a kezelése is, és 2017. november 8-a óta a 18 megye vonatkozásában a 104-es segélyhívásokat is mi kezeljük. Sajnos az elmúlt időszakban több olyan valótlan bejelentés, illetve valótlan információ jelent meg különböző portálokon, ami
Hát egyrészt nem fedi a valóságot, másrészt sajnos alkalmas arra, hogy elbizonytalanítsa a lakosságot, és azt gondoljuk, hogy ez nem egy jó irány. És ezen a sajtótájékoztatón is ugye az egyik téma az lenne, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Megjelent 2017. november 29-én az Indexen egy kis település házi orvosa azt nyilatkozta teljes meggyőződéssel, hogy ő több esetben hívta 104-et, és infarktusos beteghez kellett volna ugye betegszállítást kérni ugye a mentőkön keresztül természetesen, és a hívásfogadó központba több mint 10 percet kérdezgették, fölösleges kérdéseket tettek föl számára, és még akkor se intézkedtünk gyorsan, amikor elhangzott, hogy infarktusos betegről van szó. Mi most szeretnénk lejátszani feliratozva két hanganyagot, ami ezt a két bejelentést tartalmazza. Egyrészt azt gondolom, hogy az itt hallottak, illetve az olvasottak majd meg fogják győzni önöket, hogy mi történt, másrészt persze utána én is levonnám a konklúziót ezekkel az esetekkel kapcsolatban. Természetesen a személyiségi jogok miatt ugye adatok ugye valamit ugye ki kellett szednünk ebből a hívásból, illetve el is torzítottuk a bejelentőnek a hangját, és akkor megkérném a kollégát, hogy játssza le ezt a két hívást. Köszönöm. Háziorvos, egy mentő, tessék nekem azt. Már is kapcsolom. Hová kell a mentő? Traumára kell majd inni. De milyen címre menjen a mentő? Majd mondani fogom a mentősöket. De a mentősnek nekem le kell írni, át kell küldenem, hogy hová kérik a mentő. Jézus Istenem. Köszönöm szépen. Adom a hajdubihari mentőt. Hát ez a három mentők. Jó napot kívánok, Miskolc Cégből kapcsolatok, 0470-es adatlap a jó. Jó, köszönöm. Szeretnék egy mentőt hívni. Mentő? Mentő, igen. Oké, okay. Melyik településre kell? A... Mi az irányító szám? Oké, utca házszám. Utca. Ennek mondja, mi értelme van? Nem, hogy hívják önt? A mentőkkel szeretnék... Én kapcsolom a mentőket, jó számot hív, ott csak cím nélkül nem megy. Hogy hívják önt? Doktor volt. Házi orvos vagyok. Szállításról lenne szó? Igen. Oké. Kapcsolom akkor a hajdubiariakat, jó? Maradjon volna. Ám én találtam, tudom, de így van, jó? Azt gondolom, de aki kitalálta, a hülye volt. Hát, nincs. Nem mondok inkább vélemény, de kapcsolom mentőt, jó? Köszönöm. Mentő, Debrecen. Üdvözlöm, Szomba, te is segívó. Add neki egy nulla. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollega. Tehát azt gondolom, hogy mindkét hanganyagnál láttuk, hogy 60 másodpercen belül a legszükségesebb adatok felvétele után átkapcsoltuk a hatályos protokollnak megfelelően a házi orvos urat a mentőszolgálathoz. Szó nem volt infarktusos betegről, szó nem volt 10 percről, tehát azt gondolom, hogy ami megjelent, és nem csak gondolom, hanem abszolút a tények is alátámasztják, az teljesen valótlanságokat tartalmazott, és ez nem egy jó irány, azt gondolom. És nagyon fontos azt is elmondani, ami megjelent, hogy itt időveszteség van, hát azokat az adatokat, amit a mi kollégáink rögzítenek a hívásfogadó központokba,
azokat az adatokat egy adatlap formájába ők továbbítják, mint három készenléti szerv informatikai rendszerébe, tehát ezek az adatok ugyanúgy rendelkezésre állnak a mentőknek, a katasztrófavédelemnek és a rendőrségnek, tehát ezeket az adatokat nem kell újra megkérdezni a bejelentőtől, tehát nincsen időveszteség. A másik nagy port felvert eset, ugye a szolnoki tűzeset 2017. október 22-én, ami történt. Ezzel kapcsolatban a hívásfogadó központ vonatkozásában annyit szeretnék önöknek elmondani, hogy a bejelentés, két bejelentés érkezett adott esettel kapcsolatban a segélyhívó központokba. A kollégáink az egyik bejelentést 5, a másik bejelentést 3 másodpercen belül vették fel, és egy percen belül megosztották mindkét információt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező katasztrófavédelmi műveletirányítási központtal. Tehát ebben az esetben sem történt hiba, sem maga a hívásfogadó rendszer, mint informatikai rendszer részéről, sem az ott dolgozó kollégáink részéről. És itt átadnám a szót ezredes úrnak a katasztrófavédelem részéről. Köszönöm szépen. Ezzel a sajnálatos esettel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy igen, az ezredes asszony által közölt időpontok igenis igazak. Tehát igaz az, hogy a hívásfogadó központ a protokollnak megfelelően átkapcsolta, és a katasztrófavédelem műveletirányítására megérkeztek ezek a bejelentések. A kollégáim tévesen azonosították ezt a káresetet, tévesen azonosították és nem küldtek erre gépjármű fecskendőt ehhez a káresethez. Ezt, hogyha a jelenleg hatályos szakmai protokollt megvizsgáljuk, ezt kellett volna egy gépjármű fecskendőt, legalább egy gépjármű fecskendőt a helyszínre riasztani. Itt a kollégák tévedtek. Azok a kollégák tévedtek, akik több mint egy évtizedes tűzoltói tapasztalattal rendelkeznek, de mint ahogy korábban is említettük, itt emberi tényezőről is kell, hogy szóljunk, ezt nem tudjuk befolyásolni. Értelemszerű, hogy ennek a káresetnek a tapasztalatai mellett a katasztrófavédelem nem megy el. Értelemszerű, hogy ennek a tapasztalatait mindenféleképpen feldolgozzuk, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy még egyszer ilyen eset ne forduljon elő. Az, hogy ennél a sajnálatos esetnél tévedés történt, én ezt az esetet követően vizsgálatot rendeltem el, és ennek a vizsgálatnak az eredményeképpen fegyelmi eljárás, illetve a központi nyomozóügyészségnél én feljelentést tettem a két kollégával szemben. Úgyhogy erről az esetről, mivel hogy jelenleg is több vizsgálat folyamatban, tehát akár tűzvizsgálatról beszélgetünk, akár az ügyésző vizsgálatról, ennek a részleteiről, illetve az, hogy most mi hangzott el, ugye jelenleg nem áll módonban tájékoztatást adni. Azt mindenféleképpen el kell, hogy mondjam, hogy maga a 112-es rendszertől, a hívásfogadóktól a hívás időben a protokollnak megfelelően érkezett. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor egy kis összegzéssel szeretném zárni ezt a tájékoztatót természetesen a kérdések feltevése előtt. Ahogy mondtam, ez a rendszer, ez 2014. március 13-a óta működik, tehát ezért lassan 3,5 éve, sőt, hát már több mint 3,5 éve, és ez alatt az idő alatt a hívásfogadó központban dolgozó kollégáink 17.247.761 darab hívást fogadtak. Azt gondolom, hogy azért ez a szám ez eléggé meggyőző, kell, hogy legyen arról, hogy ez a rendszer működik. Természetesen vannak hibák, amit, ahogy ezredes úr is mondta, mi is próbálunk kiküszöbölni. Ezeknek a hívásoknak, ahogy már korábban említettem, mindösszesen a 20%-a az, amely a készenléti szervek beavatkozását igényli. 10%-a az a hívásoknak, ami olyan információkérést tartalmaz, amelyet a hívásfogadó központban dolgozó kollégáink meg tudnak válaszolni. És hát ugye ebből nem nehéz kiszámolni, hogy 70%-a a hívásoknak az, ami semmiféle beavatkozást nem igényel a kollégák részéről, felveszik a telefont, aztán igazából lerakják, és az adatlapot archiválják. Ebben az évben már több mint 4,5 millió hívást fogadtak a kollégáink december 1-jéig, és mindösszesen 47 olyan panasz, illetve közérdekű bejelentés érkezett, ami valamilyen szinten sérelmezte a mi munkánkat. Természetesen
mi ezt mindet részletesen kivizsgáltuk, és ebből a 47 panaszból 18 olyan panasz volt, ami kvázi megalapozottnak minősül, tehát hibáztak benne a kollégáink. Én azt gondolom, hogy több mint 4 millió hívásnál azért 18 megalapozott panasz, az természetesen sok, és az egy is sok lenne, de tényleg vannak emberi hibák. De nagyon fontos kijelenteni ennél a 18 megalapozott állampolgári panasznál, hogy egy sem arról szólt, hogy nem vettük fel a hívást, egy sem arról szólt, hogy későn vettük fel a hívást, illetve egy sem szólt arról, hogy itt a kollégáinkon emberi élet vagy vagyoni biztonság múlott volna. Ezek kisebb súlyú panaszok voltak, és hát természetesen mind a különböző médiumok részéről, mind az állampolgárok részéről, mind a társszervek részéről várjuk az építő jellegű kritikákat, várjuk azt, hogy jelezzék a hibákat, várjuk azt, hogy nézzék meg a mi központjainkat, várjuk azt, hogy bemutathassuk önöknek, hogy hogyan működünk, hogy lássák, hogy tényleg mi ennek a rendszernek az előnye, bárki akar jönni hozzánk, mi tényleg szeretettel várjuk önöket. És ugye ezért is egy kicsit fájdalmas számunkra, hogy a legnagyobb kritikusaink, akik ugye valótlanságokat állítanak a különböző portálokon, felületeken, nem vették a fáradtságot, hogy megnézzék a mi hívásfogadó központjainkat, nem kerestek meg minket, nem kértek adatokat, nem kértek hanganyagokat, nem kértek semmit, csak valótlanságokat állítanak. Azt gondolom, hogy ezt meg kell állítani, és a lakosságnak azt kell elmondani, ami a valóság, és én azt itt kimerem önöknek jelenteni, ha ma Magyarországon valaki bajban van, és segítségre szorul, az nyugodtan hívhatja a 112-es segélyhívószámot, illetve a nemzeti segélyhívószámokat. Gyorsan segítséget fog kapni, empatikus kollégák fogják felvenni a hívását, professzionálisan fogják felvenni a hívását. Oda fog jutni a készenléti szervek szakképzett embereihez a hívása, és meg fogja kapni rövid időn belül a segítséget, és természetesen azt most is szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy tényleg válaszoljanak a bejelentők is azokra a kérdésekre, amiket mi felteszünk számukra. Azt is szeretném elmondani, hogy nagy felelőtlenségnek tartjuk azt, aki arra biztat bárkit, hogy ne a 112-t hívja. Ez felelőtlenség, és nagyon súlyos következményekkel járhat. Azt gondolom, hogy a cél az közös, az önöké is, a miénk is, az, hogy a bajba jutott emberek segítséghez jussanak minél gyorsabban. És aki ma ezt kijelenti Magyarországon, hogy a 112-t nem lehet hívni, az egy felelőtlen ember. És ezúton szeretném megköszönni mind a hívásfogadó központokba, mind a tevékenységirányítási központokba, illetve a készenléti szervek ügyeleti szolgálatainál dolgozó kollégáimnak azt az áldozatos munkát, amit több éve napi 24 órába fáradhatatlanul, nagy empátiával, lelkesedéssel végeznek. Azt gondolom, ez egy segítő munka, és itt tényleg olyan kollégák dolgoznak, akik segíteni akarnak. És hát sajnos arról nem szólnak a híradások, de talán egyszer majd szólni fognak, hogy ezek a kollégák napi szinten ember életeket mentenek meg, nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendőrség vonatkozásába tudok beszélni, elkövetőket elfogjunk, bűncselekményeket felderítsünk, és ami tényleg a legfontosabb, hogy embereket mentsünk meg, eltűnt személyeket találjunk meg. Napi szinten vannak ilyen esetek, és jó lenne, hogyha ez is publicitást kapna, mert ez is a valóság, és azt gondolom, hogy ebből van több, ebből van rengeteg eset. Úgyhogy én tényleg szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben a munkában részt vesz, és tényleg egy pozitív dologgal szeretném zárni a mondandómat, ami szintén alátámasztja azt, hogy ez a rendszer nem csak a hazai megítélés szerint, hanem nemzetközi megítélés szerint is jól működik. 2017 áprilisában az Európai Segélyhívószám Szövetség, az ENA Budapestet választotta helyszínéül annak, hogy a szokásos éves nemzetközi konferenciáját nálunk tartsa, és ezen a konferencián az év hívásfogadója díjat a Szombathelyi Hívásfogadó Központ egy operátora nyerte el, akinek a belügyminiszter úr adott át jutalmat, tehát nemzetközi szinten is elismerik azt a munkát, ami mi végzünk, és azt gondolom, hogy
ha mind az állampolgárok, mind pedig az egész lakosság megelégedésére tudunk dolgozni, akkor ez egy jól működő rendszer, és remélem, hogy a számok is, meg a történetek is meggyőzték önöket arról, hogy ha bajba vannak, akkor nyugodtan hívhatják a 112-t, gyorsan és professzionális segítséget fognak kapni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezredes asszony, ezredes úr, és akkor most van lehetőség a kérdések feltevésére. Annyit szeretnénk csak kérni, hogy név, illetve sajtóorgánum bemondásával történjen. Köszönjük. Téba Ákos vagyok az NTI-től. A szolnoki eset kapcsán, ugye, ha jól emlékszem, egy tűzoltó szakszervezet tette közzé azt a véleményét, vagy azt a felhívását, hogy ne az 112-t hívják az emberek, hanem a nemzeti tűzoltó segélyhívószámot, akkor ezek szerint csak erősítsenek meg, akkor mindegy, hogy valaki a 112-t vagy a nemzeti segélyhívó számot hívja, mert ugyanoda fut be a hívás, és ugyanígy történik az irányítása. Tehát akkor fals ez a megállapítás. Teljesen mindegy, hogy ma Magyarországban melyik segélyhívószámot mondjuk, ahogy említettem, kivéve a 104, ha Budapestről vagy Pest megyéből kezdeményezzük, az csörög még a mentőknél, de a többi segélyhívószám az egységesen a két hívásfogadó központunk egyikébe fog jelezni. Ja, igen, és ez lett volna a másik kérdésem, hogy rendszeresen 18 megyéről beszélt, kivéve Budapest, mert Budapesttel együtt 20 van, akkor Pest megyéből Budapest és Pest megyét mondtam, Budapest és most is azt mondom. Jó, igen, jó, tehát okay, 18 köszönöm. Megye. Jobb Sándor vagyok az Indextől. Egyrészt annyit szeretnék mondani, hogy ha nem jártunk el kellő körültekintéssel ennél a cikknél, akkor elnézést kérek kollégám nevében. Azt nem tudom, hogy tudják-e, hogy rögtön másnap egy olyan cikket is írtunk, amiben operátorok szólaltak meg, és hát nagyon sok bejelentő a saját tapasztalatait mondta el. És ennek kapcsán szeretnék annyit kérdezni, hogy ezeket a hozzánk beérkező olvasói panaszokat, mondjuk így mi, ha összesítjük, akkor körülbelül azt tapasztaljuk, hogy az az egyik probléma, hogy ugye valaki felhívja most a 112-t, elmondja, hogy mi van, majd átkapcsolják a adott szervhez, ahol még egyszer el kell mégiscsak mondani azt, hogy mi van. Én követtem ennek a rendszernek a felépítését, és úgy emlékszem, hogy itt pont ez lett volna a lényeg, hogy ne kelljen kétszer ugyanazt elmondani, készüljön egy adatlap, és akkor utána már tudjanak érdemben beszélni a dologról. Ez az egyik kérdés. De? A másik pedig a hely meghatározás problémája, amire nem sikerült választ kaptunk, hogy ugyancsak amikor a 112 elindult, ez egy fontos újításának számított volna, hogy a hívó felett földrajzi koordináták alapján tudják azonosítani. Na most megint csak olvasóink tapasztalatai azt mutatják, hogy hát erről egyáltalán nincs szó, hanem ráadásul inkább arról van szó, hogy valaki azt mondja, hogy Népligeti buszpályaudvar, és azt kérdezi tőle a másik vonal másik végén az operátor, hogy mondjon pontos címet. Na most egyetlen budapesti sem tudja megmondani a pontos címét a Népligeti autóbuszpályaudvarnak. Ugye ez egy dolog, a másik meg, hogy egy Szántóföldön történik valami baleset, hát ott meg különösen nehéz a földrajzi azonosítás. Tehát, hogy ma ez egész pontosan mennyire működik a hívófél földrajzi azonosítása. Köszönöm szépen, azt is köszönöm, hogyha utána más cikkek is jelentek meg, amik a valóságot tartalmazták. Az első kérdésre a válasz az, hogy a rendszer az úgy működik, ahogy elmondtam. Tehát beérkezik egy segélyhívás, akkor automatikusan a hívásfogadónk előtt generálódik egy adatlap. Ezen az adatlapon vannak olyan adatok, amiket automatikusan a rendszer generál, ilyen a bejelentésnek az időpontja, a bejelentő telefonszáma, ugye, hogyha rendelkezésre áll, van egy sorszám természetesen, és ugye van egy pár protokoll kérdés, amit ugye fel kell tennie a hívásfogadónak. Ugye fontos elmondani, hogy ezt a protokoll kérdést a három készenléti szerv közösen dolgozta ki, és ugye az ezekre kapott válaszokból, egyébként ezt az informatikai rendszer is támogatja, meg el kell tudni dönteni, hogy az adott bejelentés igényli-e, és hogyha igen, akkor melyik készenléti szerv beavatkozását. Két monitor van ugye a kollégánk előtt, a másik monitor előtt egy térképi felület jelenik meg, ahogy ez a poligon információ jelenik meg, ami valóban, és ezt mi sose állítottuk, ez nem egy pontos helymeghatározás, ez egy különböző nagyságú terület, ami a megyére mindenképpen választ ad. Tehát nagyon fontos, hogy az esetleges félrehallások azért a poligon információ alapján ugye tisztázhatóak, de tény és való, hogy a bejelentőnek
amennyire lehet, el kell tudni mondani pontosan, ha nem is utcaházszám alapján, de természetesen amennyire lehet, be kell határolnia, hogy hol van. Hogyha esetleg olyan helyről jön a bejelentés, amit mondjuk ön mondott, egy buszpályaudvar, akkor ugye van egy olyan informatikai alkalmazásunk, az úgynevezett POI rétegek, amik a térképi felületen megjeleníthetőek. Emberi mulasztás az, hogyha ezt a kollega nem használja. Tehát az informatika az teljesen alkalmas arra, hogyha van egy benzinkút, mondjuk egy autópálya mentén, ugye nem várható el a bejelentőtől, hogy tudja, hogy hányas kilométer szelvényben van, de mondjuk meg tudom azt keresni, hogy az M1-esen mondjuk hol van egy bizonyos fajtájú benzinkút, és akkor már be tudom határolni a területet. Tehát olyan informatikai megoldások állnak a rendelkezésünkre, amik segítik ezt a tevékenységet, de ahogy mondtam is, vannak sajnos emberi mulasztások, tehát ezek tényleg emberi hibák, és nem a rendszernek a hibája. A rendszer megpróbálja az úgymond helyismeret hiányt ezzel kiküszöbölni. Ami ugye pozitív, és amiről ugye be lehet számolni, az az AML rendszernek a bevezetése, ami a jövő évre várható. Ez ugye kiküszöbölné ezt a problémát, legalábbis az androidos telefonok vonatkozásába, tehát fontos elmondani, ezt csak az androidos telefonok tudják. Ez egy olyan alkalmazás az androidos telefonokon, hogyha valaki hívja a 112-t, akkor automatikusan mindenféle emberi beavatkozás nélkül ugye a pontos helymeghatározás GPS koordinátát küld a mi rendszerünkbe. Ehhez nem kell se a mobil internetet bekapcsolni, se a helymeghatározást, ezt maga a telefonnak kvázi a konfigurációja tudja, tehát ez nem egy letölthető alkalmazás. Más országokban ez már működik, most már nálunk is megvan a szándék, illetve most már megvannak az első lépések, hogy ezt a fejlesztést bevezessük, és azt gondolom, hogy ez egy még pontosabb helymeghatározást tesz lehetővé, de azt gondolom, hogy a poligón, a POI rétegek alkalmazása, illetve a bejelentőnek az együttműködése azért együttesen elegendő ahhoz, hogy tényleg minél hamarabb megtaláljuk, hogy hol van a bejelentő. Egyébként azzal meg tökéletesen egyetértek önnel, hogy ez a legnagyobb probléma, a pontos helyszínnek a megállapítása, tehát tényleg ebbe kell fejlődni, és hát az is teljesen természetes, hogy a kollégáink, akik Miskolcon és Szombathelyen élnek és dolgoznak, nem rendelkeznek országos helyismerettel, ez nem is elvárható, viszont az előbb felsorolt, illetve folyamatban lévő informatikai alkalmazások próbálják ezt kiküszöbölni, és visszatérve a kérdés első felére, alapvetően, amit pedig rögzítünk az adatlapon, adatokat azt a készenléti szerv ügyeletese látja. Hogy ő ezt esetleg miért kérdezi meg újra, ez egyedi eset vizsgálatokat igényel. Egyébként nem csak az adatlapot kapja meg, hanem automatikusan a bejelentésről addig elkészült hanganyag is automatikusan átkerül a készenléti szervekhez, hogyha a beavatkozásukat igényli. Tehát ezek az adatok, amit a hívásfogadó rögzít, ez ott van a mindhárom készenléti szerv ügyeletes szakembere előtt. Még egy rövid kérdést engedjen meg, hogy mit javasol az állampolgároknak, hogyan hívják fel a 112-t, mit mondjanak és mit nem mondjanak a telefonban? Hát nagyon fontos, hogy tényleg azokra a kérdésekre válaszolnak, amit feltesznek a kollégák. Ha ez egy furcsa kérdésnek hangzik, hogy én miért kérem az irányító számot, akkor ne polemizáljunk azon két percet, hogy most ez miért kell önnek, miért nem kell önnek, mondják meg az irányító számot. Ha egy lakott területen kívül vannak, és természetesen nem feltétlenül tudják azt, hogy hányas számú az az út, hányas kilométer szelvényben vannak, azt meg fogják tudni mondani, hogy esetleg melyik települést hagyták el, melyikhez közelítenek, láttak-e esetleg egy üzemanyagtöltőállomást, egy pénzintézetet, egy buszpályaudvart, tehát ugye ezeket a helyeket, ha beazonosítják, akkor azt gondolom, hogy minél hamarabb tudjuk biztosítani, hogy oda érjen a segítség. És azért is fontos, hogy tényleg tudják a bejelentők is, hogy ez a két központ ebbe a két városba működik, és nem biztos, hogy az mondjuk evidens, hogyha én mondok egy pláza nevet, akkor azt az operátor az egyértelműen tudja, hogy ez most Székesfehérváron van, vagy Tatabányán van, tehát hogyha esetleg olyan kérdéseket is teszünk fel, ami kicsit furcsának tűnik, akkor próbáljunk erre minél gyorsabban válaszolni, és ha már ezt így feltette ezt a kérdést, és ezért hálás is vagyok önnek, akkor ugye nagyon fontos lenne az is, hogy tényleg akkor hívjuk fel a 112-t, hogyha baj van. Tehát azért ez a 70% azt gondolom, hogy ez önöknek is egy megdöbbentő adat, legalábbis számomra mai napig az,
hogy ezzel emberek szórakoznak, obszén szavakat használnak. Lehet itt információt kérni bizonyos esetekben, inkább szóljanak, hogyha nem tudják megítélni, hogy az adott eset igényli-e a készenléti szervek beavatkozását, de az, hogy itt trágárkodjunk, meg kisgyerekeknek odaadjuk ezt a telefont, mert szünetekben például megemelkedik ezeknek a hívásoknak a száma, azt gondolom, hogy ez nem egy jó irány, és azt is tudatosítani kell magunkba is, és a környezetünkbe is, hogy lehet, hogyha mi ilyen célból vesszük igénybe ezt a segélyhívóvonalat, addig esetleg olyan emberek nem tudják fölhívni, akik tényleges bajban vannak, és ténylegesen segítségre szorulnak. Köszönöm. Köszönöm én is. Szabó Emese, Magyar Nemzet. Én azt kérdezem, hogy ez a 70%-os arány, ami tényleg brutális, hogy ennek milyen az összetétele? Tehát mennyi ebből a zsebembe benyomodott a telefon, illetve mennyi, aki mondjuk elvágta a kezét mosogatás közben, vagy akinek kiment a bokája, fáradjon be az ügyeletre, és mennyi a szánt szándékkal történő, nem is tudom, ez minek minősül, illetve ennek milyen következményei lehetnek a telefonálóra nézve. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy aki elvágta a kezét, azt nem ide soroljuk. Tehát a 70%-ba azokat soroljuk, aki abszolút sem információt nem kér, sem érdemi információt nem tartalmaz a bejelentése, mert ugye, ahogy mondtam, 10% az információkérés, 20% a beavatkozást igénylő. A 70% az csak olyan, hogy trágárkodnak, kisgyerekek használják, benyomódik a telefon, tehát... már bocsánat, beleröfög valaki a telefonba, tehát mindenféle ilyen különböző dolgot eszközöl ezen a telefonon. Ebből a 70%-ból 16%, ami kimondottan rosszindulatú bejelentésnek minősül. Ugye 2013. szeptember 1-től van egy új szabálysértési tényállás, a szabálysértési törvénybe a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele. Ez azért nagyon fontos, mert korábban csak azt tudtuk szankcionálni, hogyha egy bejelentésre valamelyik készenléti szerv ki is ment a helyszínre, és ugye a helyszínen megállapításra került, hogy ez egy fals bejelentés volt, nem történt semmi. Most ugye 2013. szeptember 1-től, hogyha valaki szándékosan, nagyon fontos ezt kiemelni, tehát hogy ez nem arról szól, hogy benyomódik a telefon, tehát hogyha szándékosan fölhívja ezeket a segélyhívó számokat, akkor az szabálysértésnek minősül, és 150 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható szabálysértés, és ahogy mondtam, ez a 16% a hívásoknak ez az aránya. Természetesen ezeknek a felderítése azért nem egyszerű feladat, de azért vannak a rendszerben olyan informatikai megoldások, amik támogatják, és hogyha felderítjük az elkövetőt, akkor természetesen szabálysértési eljárás alá is vonjuk. Én azt gondolom, hogy azért az közös cél lenne, hogy ezt a 70%-ot egy kicsit csökkentsük, mert ez tényleg egy megdöbbentő adat. És még annyi, hogy a maradék 30%, ami tényleges hívás, abból mennyi igényel beavatkozást, és mennyi az elvágta a kezét, és megnyugtatják ilyen pszichoterápiás jelleggel? Hát 20% az beavatkozást igényel, tehát a 20% azt abszolút mi továbbítjuk a készenléti szervekhez. Ott még a készenléti szervügyeletes szakembere esetleg dönthet úgy, hogy mondjuk arra nem küld járőrt, mert még esetleg több információt beszerez, de tőlünk 20%-a megy el úgymond a készenléti szervekhez, és 10% az a hívásoknak, ami közérdekű telefonszámok után érdeklődik a bejelentő, vagy ilyen egyszerűbb megítélés ügyekben, hogy elhagytam a vezetői engedélyemet, mi a teendőm. Tehát ugye ez is megválaszolják a mi hívásfogadó kollégáink, nem kerül át a készenléti szervekhez, tehát 80%-a tulajdonképpen a hívásoknak a hívásfogadó központokba teljes körűen lekezelésre kerül, és mindösszesen 20% megy át egy vagy több készenléti szervhez. Köszönöm. Köszönöm szépen! Szép napot, Tóth Benyami vagyok az ATV híradótól. Az lenne a kérdésem, hogy megütötte a fülemet az, hogy mondta, hogy az operátor nézi a térképet is, és szeptemberben volt egy olyan eset, hogy vaja helyett Bajára küldték a mentőt, és nem ért oda nyilván a segítség. 500 kilométer van a két település között. Mi lehet ennek az oka, hogyha látja a térképen, hogy nem abból a megyéből érkezik a hívás, akkor miért küldhette oda? Természetesen azért kijavítanám önt, odaért a segítség, tehát ez a teljes igazság, az első bejelentésnél teljesen jól kezelték le a kollégáink, vaját írtunk ugye a térképi felületre, és a Szabolcs megyei mentők egyébként 13 percen belül ki is értek a helyszínre, azonban valóban, ahogy ön is mondta, volt egy olyan segélyhívás, ahol félreértette a kollega a település nevet,
és hát sajnos emberi mulasztás történt, nem ellenőrizte ezt le a térképi felületen, tehát a térképi felületen ugyanúgy megjelent ez az információ, a rendszer tökéletesen működött, a kollégánk sajnálatos módon nem a hatályos protokollnak megfelelően járt el, csak a hallott információ alapján hozott döntést, és valóban a második hívás az a Bács-Kiskun megyei mentésirányítási központhoz került, de az első hívás már lekezelésre került, és a mentők meg is kezdték a beteg ellátását. Emberi mulasztások sajnos vannak, próbáljuk ezeket kiküszöbölni, próbáljuk a kollégákat mindenféle eszközzel természetesen arra rávenni, hogy azokat az informatikai alkalmazásokat, amik rendelkezésre állnak, és hát az ő munkájukat is segítik, azt teljes körűen használják. 17 millió hívásnál sajnos előfordul ilyen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Litauszki Balázs vagyok az RTL híradótól, először ezredes asszonynak tenném fel a kérdéseimet. A kolléga is említette, az indexes kolléga is említette a hely meghatározással kapcsolatos problémákat, azért elég sok van. Tehát mi is tudunk egy olyan esetről, amikor az Asztóriát nem tudták Szombathelyről érthetően, hogy hol van, és ott is a pontos címet kérték. Volt ugye a Vaja, Baja, Akkora, Tolmács, Tolmás, ugye ez a nyári eset. És minden esetben az a válasza, hogy emberi mulasztás. Amikor emberéletről van szó, akkor nem gondolja, hogy azon túl, hogy emberi mulasztásra fogjuk a dolgokat, valamilyen szigorúbb ellenőrzés, szigorúbb képzés a munkatársaknak valamilyen, nem tudom, mire lenne szükség, hogy ne történjenek ilyen problémák, amikor emberéletről van szó. Természetesen gondolom. Maximálisan egyetértek önnel. Azért azt hangsúlyozzuk ki, hogy az, hogy valaki félrehal valamit, meg az, hogy az ember életbe kerül, az két különböző hiba. Tehát a Vaja-Bajai esetben is a segítség ott volt, tehát nem került ember életbe, tehát azért ezt tegyük helyre, mert azért... Én ezt a részét a Tolmás részem. Ott se került ember életbe, hogyha teljesen ön képbe van ezzel az esettel, ott sem került az ember életbe, mert ugye a boncolási jegyzőkönyv egyértelműen megállapította ebbe az esetben is, hogy már korábban meghalt a szerencsétlenül járt férfi, de természetesen ezeket az emberi hibákat ki kell küszöbölni. Azért találunk ki új és új informatikai fejlesztéseket, mint akár ez az AML, hogy ezeknek tényleg elébe menjünk, és minél pontosabb legyen ez a helymeghatározás. Hogyha olyan emberi hiba van, ami egyértelműen tényleg emberi mulasztás következménye, mert az, hogy valaki félrehal valamit, az önnel is előfordulhatna meg velem is. Ezért teljesen természetesen én azt gondolom, hogy nem bocsájtható el valaki, vagy olyan munkáltató intézkedés nem hozható meg, de például az ön által felhozott esetben azért váltunk meg a munkatársainktól, nem azért, mert emberélet múlott rajtuk, hanem azért váltunk meg tőlük, mert nem használták azt a térképi felületet, nem tartották be azt az eljárási rendet, ami úgymond az ő bibliájuk, amit őnekik az első sortól az utolsó betűig be kell tartani. Ettől a két kollégától megváltunk, ezért, nem azért, mert félrehallotta, hanem azért, mert azokat a intézkedéseket nem foganatosította, azt az eljárási rendet nem tartotta be, ami egyértelműen meghatározza az ő munkájukat. Ebbe a központban jelenleg 450 kollega dolgozik. Én szeretném azt kijelenteni, hogy ez a 450 kollega, vagy akik vagyunk ebbe terembe kollégák, barátok, ismerősök, mindannyian hibátlanul dolgozunk a nap 24 órájában, de ezt nem jelenthetem ki. Ön sem jelentheti ki, én sem jelenthetem ki. Az, hogy ön soknak apostrofálja ezt a hibát, én azt gondolom, hogy itt 17 milliós, 4,5 milliós hívásokhoz az egy-két hívás azért az nem sok. Természetesen, ha emberéletről van szó, akkor egy hívás is sok, ezzel tökéletesen egyetértek, de az emberi hibákat sajnos nullára redukálni nem fogjuk tudni, akármilyen informatikai megoldás lesz, mert az informatikai megoldásokat is használni kell, de természetesen mind a kollégák kiválasztásánál, mind a képzésénél nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezeket a hibákat minimalizáljuk, ezeket az eseteket teljesen természetesen feldolgozzuk, és akár az RTL klubtól, akár bárkitől várjuk a konkrét eseteket, és korrektül és teljes körűen ki fogjuk vizsgálni, és levonjuk a következtetést. Ahogy ön is említette, én is elismertem, hogy vannak hibáink, és nem próbáljuk ezeket takargatni. Van-e arra vonatkozó ellenőrzési protokoll,
ami azt nézi, hogy a 112 munkatársai elvégzik-e a munkájukat, ami az ő saját protokolljukba le van írva. Itt ugye olyan esetekről van szó, hogy nem nézett rá egy másik monitorra, hogyha jól értem, ennyi történt. Tehát ellenőrzik-e ezt, hogy a dolgokat teszik-e, milyen kiválasztási folyamat van a 112-nél, hogyha valaki dolgozni szeretne, és milyen képzéseket kell végrehajtani, mire valaki leülhet a telefon elé, és akár olyan döntéseket hozhat, ami emberéletek múlhatnak. Természetesen megvannak a kialakított ellenőrzési protokolljaink. Ma, ha elmegyünk egy hívásfogadó központba, akkor úgy épül fel a rendszer, hogy kvázi 8-10 hívásfogadó kollégához tartozik egy csoportvezető. Ez a csoportvezető felel a 8-10-12, mikor hány kollega van szolgálatban, hívásfogadónak a munkájáért. Ő neki kötelezettsége is, meg lehetősége is van arra, hogy belehallgasson már a hívások felvevése során is a bejelentésekbe, belenézzen az adatlapba, nekik ezt napi szinten kell ellenőrizniük. A 4 csoportvezető fölött van egy műszakvezető, tehát több vezetői szint van beépítve ebbe a rendszerbe, akiknek rendszeres és nagyon szigorú ellenőrzési kötelezettségeik vannak. A szolgálat elején van egy eligazítás, ha van problémás eset, az már a szolgálat végén is feldolgozásra kerül. Nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, és ebbe egyetérthetünk, hogy mindkét hívásfogadó központunkban van egy főállású pszichológus. Ugye itt azért vannak olyan bejelentések, aminek a feldolgozása azért nem egyszerű, emberöléseket, öngyilkosságokat jelentenek be. Tehát nem csak szakemberek, hanem úgymond egy pszichológus szakember is segíti ezeknek a hívásoknak a kezelését, és havi szinten egyébként természetesen a saját szakmai berkeinken belül mi értékeljük ezeket a hívásoknak a fogadását, kezelését, a másik két készenléti szervtől kapott jelzéseket is teljes körűen kivizsgáljuk. Itt kiemelésre kerülnek úgymond a pozitív esetek is, mert én azt gondolom, hogy abból ugyanannyit lehet tanulni, mint a negatívból, és hát természetesen, ha az esetleges hibák is feltárásra kerülnek, és a szükséges munkáltató intézkedéseket megtesszük, valamikor elegendő, hogy felhívjuk a kollega figyelmét, valamikor elegendő, hogy oktassuk ezt a dolgot, valamikor pedig, ugye, amit említett esetben, súlyosabb munkáltató intézkedéssel van szükség. A kiválasztás. A hívásfogadó központban az operátoraink, velük szembe elvárás a középfokú végzettség, ugye érettségi, hát természetesen nagykorúság, büntetlen előélet, és ugye nagyon fontos, hogy a kiválasztásnál azt lehet mondani, a legnagyobb hangsúlyt a pszichológiai szűrésre helyezzük. Emellett van egy nagyon kemény egészségügyi vizsgálat, ahol van külön látás és hallás vizsgálat, mert ez mind a kettő dolog olyan, ami ugye itt fokozottan igénybe van véve a kollégák részéről. Természetesen van egy úgymond ilyen általános elbeszélgetés is, és több szűrő rendszeren keresztül, ahogy mondtam, pszichológiai, egészségügyi keresztül esnek a kollégák, és utána, hogyha ezeknek ugye megfelelnek, akkor egy 7-hetes képzésen vesznek részt. Nagyon fontos, hogy ezeknek a kollégáknak jó kommunikációs készséggel, jó konfliktuskezelési készséggel kell rendelkezniük, nagyfokú empátiás készséggel, és hát mivel ugye gondolom, ahogy meg is állapíthattuk itt azért, nagyon komoly informatikai háttér van, tehát elengedhetetlen az, hogy ezek a kollégák az informatikai rendszereket tudják kezelni, és a gyorsasághoz ugye az is hozzátartozik, hogy a gépírásba is fejlettek legyenek, mert ugye itt az a cél, hogy minél hamarabb tudják rögzíteni azt, amit a bejelentő mond, és mondjuk a lényeget is ki tudják ebből szedni. Tehát azt gondolom, ezek a fő kompetenciák, amivel rendelkezni kell. Ezen a 7-hetes képzésen természetesen van egy általános rész, mindhárom készenléti szervnek az ügyeletes szakemberei a saját szakmai sávjukba tartanak oktatásokat, képzéseket természetesen egy meghatározott rend alapján. Ez egy vizsgával zárul természetesen ez a tanfolyam, és utána ugye a próbaidőre vesszük fel a kollégákat. Ugye előfordulhat, hogy valaki ezt a vizsgát teljesen jól teljesíti, aztán amikor oda kerül a sor, hogy az első éles segélyhívást kell kezelni, akkor leblokkol, ami természetes, hogy lehet ebbe rutint szerezni, de hát valamikor kiderül egy kollégáról, hogy sajnos erre a munkára nem alkalmas.
és az is nagyon fontos, hogy több hónapig ezek a kollégák egy tapasztalt hívásfogadó operátor mellett látnak el szolgálatot, és amikor tényleg meggyőződünk a több vezetői szinten arról, hogy ezek a kollégák alkalmasak az önálló munkavégzésre, akkor úgymond bedobjuk őket a mélyvízbe, de úgy dobjuk be őket a mélyvízbe, hogy mellette folyamatos, napi szintű ez a kontroll, amit korábban részleteztem. Még egy gyors kérdés ezzel kapcsolatban. Parancsoljon. Milyen hosszú egy műszak azoknál, akik a segélyhívásokat fogadják? Ők 8 órában dolgoznak, 06-tól 14-ig, 14-től 22-ig és 22-től 06-ig. Azt gondolom, hogy ez a munkavégzés olyan pszichikai megterheléssel jár, hogy igazából ez a 8 órás munkavégzés, ez természetesen a kötelezően kiadandó szünetekkel, képernyő előtti munkavégzés, egyéb munkaközi szünetek, ez így ebben a formában ez hatékonyan és jól működik, és ez bevált az elmúlt 3,5 évben. Ezredes úr említette, hogy a konkrét esetről nem beszélhet, de rendszer szinten mennyire jellemző az, hogy valakinek 18-20 percen kell keresztül, 20 percen keresztül kell győzködnie a katasztrófavédelem munkatársát, és segítségre van szüksége? Erre egyértelműen azt tudom mondani, hogy a rendszer szinten nem kell győzködnie. Tehát ilyen extrém hívásunk nem is igazán volt, én nem is tudok ilyen esetről. De azért mondom, hogy ebben a konkrét esetben is emberi mulasztás történt. Tehát egy tévedésben volt a kollega, és ezt a tévedést próbálta saját magában erősíteni. Ahhoz mit szól, hogy, és akkor ne konkretizáljuk itt se, de hogy a segélyhívást fogadó fél azt mondja a segélyhívónak, hogy de hogyha falsra megyünk ki, akkor ön fogja kifizetni ennek a költségén. Ez is azt mondom, hogy tehát ő a saját tévedését próbálta palástolni, tehát olyan nincs, hogy én egy segélyhívás fogadása közben bármely bejelentő felet, bármilyen fenyegetésre, vagy bármivel illetem. Tehát ez helytelen eljárás volt. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy esetlegesen kérdéssel készültünk. Tehát Jászlónnagykun megyében ez hova fut be ez a hívás a konkrét eset tekintetében? Tehát ezek a Szolnokon fogadják, tehát szolnoki tűzoltók vagy... Szolnokon van. Szolnokon van. A tevékenység irányító központban. Tehát a tevékenység irányító központ, a szolnoki tevékenység irányító központban szolgálatot teljesítő tűzoltók hibáztak. Értem. Köszönöm. Meg tudnám mondani, ezredes úr, hogy ugye azt mondta, hogy két kollega ellen zajlik eljárás. Uh-huh. Itt van valamilyen megfogalmazott gyanú, vagy gyanúsítás, tehát ezt meg tudja mondani, hogy itt mi a gyanúsítás alapja, a tényállás? Azt mondtam, hogy a szolgálatban elkövetett kötelezettségszegés. Köszönöm szépen. Még esetleg kérdés? Amennyiben nem, akkor megköszönjük figyelmüket és az érdeklődést. Sajtótájékoztatónk véget ért, az egyéni interjúk elkészítésére most nyílik lehetőség. Köszönjük!